Kedves zarándok testvéreim, jelenlétetek a remény jele. Akik itt vagytok, úgy éreztétek, hogy ki kell zarándokolnotok a Gordon hegyére, Jézus Krisztus lábához. És jelenlétetek a meghívó Úristen kegyelmére adott válasz. Örömteli az, hogy ilyen sokan igent mondtatok erre a belső meghívásra. Ózeás próféta könyvében az Úr azt mondja, hogy a népet, amely elfelejtett engem, magamhoz édesgetem, és kiviszem a pusztába, hogy a szívére beszéljek. Mi más történt itt is, ha nem ez? A legfontosabb, amit tehetünk, hogy kinyissuk a szívünket, és megengedjük azt, hogy az Úr a szívünkre beszéljen, mert szükségünk van erre. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben a puszta és a hegy az Istennel való találkozás helyszíne. Lent a völgyben zajlik az életünk, dolgozunk, küszködünk, szenvedünk, örülünk, és bizony olyan ritkán sikerül nyugodtan rátekinteni az életünkre a magasból, meglátni az összefüggéseket életünk történetében, amelyeket egyébként nem szoktunk észrevenni, akkor, amikor az élet sűrűjében vagyunk. A hegyre való feljövetel fontos tevékenység. Azért vagyunk így itt, hogy ne vegye el semmi a figyelmünket a lényegestől. Fontos, hogy most imádságos lélekkel valakire összpontosítsunk. Az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztusra. A találkozást nem csak ez a hely, a hegy, hanem maga a Jézusról készült műalkotás is segíti. Az idén augusztus 17-én lesz 8 éve annak, hogy felavattátok a Krisztus kilátót, a fényt hozó Krisztus szobrát. Ő az, aki már 8 éve vigyázza közösségeink életét innen a magasból. Ha olvassátok a Szentírást, a Bibliát, akkor emlékeztek, hogy mit mondott az Aksimeon, a boldogságos szűzanyának, amikor bemutatta a kis Jézust a templomban. Azt mondta, hogy ez a Jézus az ellentmondás jele lesz ebben a világban. Ezért nem csak ő, nem csak Jézus Krisztus, hanem minden róla készült szobor, festmény, alkotás, műalkotás is az ellentmondás jele. Azért, mert egy ilyen magas hegyen lévő szobornak a jelenléte kérdéseket tesz fel, nem hagy nyugton. Szívünk olyan zugait érinti meg, ahol létünk nagy kérdései hevernek szerteszét és válaszra várnak. Ezek ellen lehet tusakodni, ezeket el lehet rejteni, de addig nem nyugszik a szív, amíg nem kap válaszokat ezekre a kérdésekre. Nem hiába mondta Szent Ágoston, nyugtalan a szívünk. És a végső választ ezekre a nagy kérdésekre a vele való találkozásban fogjuk megkapni. Ebben a világban azt kell mondanunk, hogy a gúnyolódás, az elutasítás, ugyanúgy, mint az imádságos hódolat helyén való. Gondoljunk csak az Úr Jézus példabeszédeire. Azt mondta, a búza és a konkói együtt növekedik. A végén lesz a szétválasztás. A kereszt alatt sem volt ez másképp. Jézus személye, kereszthalála, a ráemlékeztető szobrok, képek, keresztek, mindig szétválasztódást okoznak, mindig krízist okoznak.
Egyik oldalon ott van a megtérés hozzá, a másik oldalon a gyűlölet, az elfordulás, a menekülés. Amióta világ a világ, sosem volt ez másképp. A csodálatos és egyben megdöbbentő az a tény, hogy ez a Jézus nem csak a hozzá megtérőket, a hozzá fordulókat, hanem a tőle menekülőket, távolodókat, elfordulókat is ugyanolyan halálosan szereti. Nem tudhatjuk azt, hogy az itt jelenlévők között kinek mi van a szívében. De hogyha most véletlenül úgy érzed, hogy távolodóban vagy Istentől, vagy éppen nagyon távol kerültél, akkor tudd, hogy távolodásod nem tudja megölni ezt a szeretetet. Testvérek, a tegnap ünnepeltük Jézus szentséges szívét, és ezen a szíven keresztül magának Istennek a szívébe tekinthetünk be. És milyen szép Ózeás próféta tanúságtétele, valóban kicsik voltunk akkor, amikor megszeretett minket Isten, mint szülő járni tanított, karján hordozott, a szeretet puha kötelékeivel vonzott minket. Mi pedig mégsem ismertük el ezt a gondviselést nagyon gyakran. Sokszor elfelejtettük Isten gondviselő, ölelő karját. Pedig ő az, aki gyarló életünknek tartalmat, támaszt, értelmet és jövőt ad. Ha ránézek a fényt hozó Krisztus szobrára, akkor mindig az az evangéliumi jelenet jut eszembe, amikor Jézus utolsó alkalommal megy fel Jeruzsálembe, és amikor meglátja a szent várost, elkezd sírni. És azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de te nem akartad. Testvéreim, mindenek előtt fogjuk meg Jézus kitárt kezét, és vele együtt mindenek előtt tekintsünk az életünkre. Előtte semmit sem kell elrejtenünk. És hogyha ránézünk az életünkre innen a magasból, akkor sok mindent találunk ott. Látjuk a családot, akit ránk bíztak, örömeinket, sikereinket, boldog perceinket. Látjuk, amikor elfogadtak és szerettek minket, amikor fontosak voltunk, amikor tartoztunk valahová, vágyainkat, hitünket, megtérni akarásunkat, közeledéseinket, ünnepeinket. De nem csak ezt látjuk. Látunk betegséget, nehézséget, meg nem értést, magányosságokat, távolságokat, akár családon belül, csalódást, vargabetűs utakat, tragédiákat, reménytelenséget, közönyt. Ez olyan, mint egy nagy doboz. Az életünk hasonló egy nagy dobozhoz, amelyben minden benne van. Minden része az életünknek. Nem tehetjük azt, hogy életünk részét egy külön dobozba zárjuk, és elássuk, vagy elrejtjük valahová. Vagy éppen megjátsszuk azt, hogy nem létezik. Együtt van minden. De mégis egy dolgot ne feledjünk el. Bízzunk abban, hogy bármi következzen az életünkben, Isten mellettünk lesz, akkor, amikor ebbe a bizonyos dobozba bele kell nekünk tekinteni. És ezt nem azért ajánlom, mert olvastam valahol, hanem azért, mert a saját bőrömön tapasztaltam, hogy mit jelent Istennel együtt ránézni életünk sötét pillanataira. Isten másképp lát. És hogyha megfogjuk a kezét, akkor meg tud tanítani minket is arra, hogy másképp lássunk.
Gondoljunk csak a ma felolvasott evangéliumi jelenetre. Egy borzalmas jelenet a nagypéntek kellős közepébe visz minket. A kereszten függők haláltusája, halála, az úgynevezett cruri fragium, a lábszártörés, amelyel a keresztre feszítettek halálát meggyorsították. És a Golgota halálszagú hegyén ott van Krisztus, a halott Krisztus. Látták, hogy ő már nem él. Ezért egy katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És a Szentíró, Szent János apostol és evangélista ebből a borzalmas jelenetből nem a kétségbeesést szűri le, hanem a hitet. Ebből a borzalmas látványból megszületik a hit. Azt mondja, aki látta, azt tesz róla tanúságot. Jól tudja, hogy igazat mond, és azért mondja, hogy ti is higgyetek. Kívánom mindannyiótoknak, akik közel vagytok, de a távolodóknak is, hogy elérkezzen az a Tamás apostol tapasztalat, amikor Krisztus átszúrt oldalát megérintve megszületik bennünk a csodálkozó és minden falat lebontó hit. Én Uram, én Istenem. Második gondolatként a Szentírásban három helyen is szerepel a mai evangélium záró sora, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Szent János Zakariás prófétát idézi az Ószövetségből, de ugyancsak szerepel a Szentírás utolsó könyvének elején a jelenések könyvében. Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. Testvéreim, Krisztus valóságos kínszenvedése, halála és feltámadása, valamint a második eljövetele között feszül a mi életünk, a mi apró életünk. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy föltekintenek majd arra, akit keresztül szúrtak, akkor ez nem bámészkodást jelent, nem kíváncsiskodást jelent, hanem megismerést. Megismerni Istennek mély szeretetét, amely az emberiség, a mi üdvösségünk biztos útja. Vajon ismerjük-e életünk értelmét, a megváltás értelmét és hatását a mi életünkre? Vajon mi értelme van nekünk feltekinteni egy átszúrt ember szívére? Mindenekelőtt azért, mert ő Isten. Végül is nekünk van szükségünk arra, hogy feltekintsünk rá. Ezáltal lesz egészséges az életünk, gyógyul a látásunk, és lesz érző, tág szívünk. Gondoljuk csak meg, hogy a teremtés óta és a saját születésünk óta hányszor próbáltunk bujkálni e tekintet elől. Bujkálásunk és menekülésünk közben azt hittük, hogy ez nekünk jót tesz. Hát nem tett jót. Haszontalan időpocsékolásnak gondoltuk. És később rájöttünk arra, hogy hát ez nem az. Soha nem tett jót nekünk. Azért, mert senki sem szabadulhat-e pillantás elől. A vele való személyes találkozás mindenki számára biztos, a közel lévőknek ugyanúgy, mint a távol lévőknek. Mennyire hiányoznak a családokból, a közösségekből az egészséges, jól látó, tágszívű, érzőszívű emberek. És én úgy gondolom, hogy nem hiába van itt ez a Krisztus kilátó, mert sokat kell nekünk szemlélni ezt az átszúrt szívű Isten fiát. És milyen nagy dolog, hogy nekünk ilyen közel van, hogyha erre a hegyre feltekintünk, akkor őt láthatjuk. Mindenkinek szüksége van erre. De eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a fiataloknak, ti, akik itt vagytok, nektek még inkább szükségetek van erre a látásmódra.
mert hát ahogy a Szentírás mondja, bizony a fiatalok is elfáradhatnak. Testvéreim, zárom elmélkedésemet, aki gyakran tekint az Úr kezét fogva a saját életére, és aki naponta feltekint arra, akit keresztül szúrtak a feltámadt Jézus Krisztusra, annak megváltozik a szíve, megváltozik a látása, kitágul a szíve. Azért, mert ez a nagyszívű Jézus nekünk adja a látásmódját, és megváltoztatja a szívünket. Én azt kívánom, hogy ti, akik itt vagytok, majd amikor hazatértek otthonaitokba, akkor otthon, akik otthon maradtak, vagy azok, akikkel találkoztok az elkövetkező időszakban, érezzék meg, hogy más emberként tértetek haza. Hogy megváltozott valami bennetek. Hogy már nem ugyanazok vagytok. Nagyobb lett a szívetek. Amen.